Na sziasztok, üdvözlet titeket, Sanya vagyok, ez egy újabb Farm Mechanic Simulator. Hát igen, régen volt az előző rész, de mivel egy néző kérte, hogy legyen újabb rész, ezért lesz. Meg eléggé az elején úgy volt, hogy nem volt olyan nagy nézettsége, most már mintha nagyobb, mekkora nagy olaj volt. Az meg mintha mozogna az a kerék. Na, oké, nem is húzom tovább a szót, kezdjük el. Hol jártam? Ott jártam, hogy egy nagyobb garázsba költöztem. Ha minden igaz. Nem is tudom, hogy azóta csináltam-e a feladatot, vagy nem, de kezdjük is a játékot. Na, azt mondja, hogy 26-os feladat. Na, azt mondja, hogy tudja meg a probléma okát, és javítsa meg a sérült elemeket, igen. Azt mondja, az ügyfél jelentése, hogy a traktor veszélyesen forró vezetés közben. Oké. Na, akkor szereljük. Veszélyesen forró. Hát akkor nézzünk bele a motortérbe. Hogy is kell ezt játszani? Hármas, oké. Na nézzük meg, hogy motorban mi lehet forró. Na nézzük meg, forró lehet akár a kipufogó. Vagy akár a vízhűtés. Itt hol van a vízhűtés? Na mi lehet még itt forró? Itt a ventilátor. Nem. Hát akkor nézzük meg a pumpákat. Na mégis a... Igen. Vízpumpa pumpálja a meleget, vagyis a szűti lefele. Ha ez nem működik, akkor valószínűleg akkor ez hívás. Jó, akkor szedjük le ezt a... Az egyessel szedjük le az égszíjat, szedjük le a vízpumpát. És akkor menjünk is. Ja igen, most már mindig javítani fogjuk, amit lehetséges. Ígyni. Feljavítva. Szereljük vissza. Reméljük csak, hogy ez egy alkatrész volt hibás. Jó, van nekünk még egy szíjunk. Igen. Nézzük meg. Igen, ki van pipálva, elvégeztük. A rendben. Jöhet a következő. Hát ez egy jó szerelés volt. Megnézzük, mi jön. Egy kabin nélküli traktor. Nincs rajta kabin. Jó, na azt mondja, hogy derítse ki a probléma okát, és javítsa meg a hibás elemeket. Oké, azt mondja, az ügyfél leírás alapján a traktor nem tud emelni. Segít megoldani a problémáját. Jó, nézzük meg akkor az emelő szerkezetét. Na, itt milyen gyorsan megy ez az egér. Na, azt mondja, először is nézzünk bele, és nézzük meg a hibákat. Hát ez az emelőszerkezet. Akkor ezek a lengés csillapítók. Igen, már meg is találtam egy alkatrészt. De végignézzük az összeset. Ne kellessen kétszer szaladgálni minden emelő részét. Amihez csak hozzáférünk. Ott is sárga alkatrész. Akkor már azt is ki kell cserélni valószínű. Itt akkor még ezt is megnézzük. Jó, ezt. Ez is rossz. Meg jó, hogy végignézegettem az egészet. Akkor egyessel ezt szedjük le. Egyszer. Ez hogy jön le? Először a rugót. Nem, először az alját. Oké, jöhet a rugó. Van, hogy jöhet a rugó. De nehéz rá kattintani. Öcsém. Még a rugók között is bele tudok nézni, hogy azt szedjem le a mögött lévő alkatrészt. Jó, következő. Mondom a rugó. És most ezt. Nagyon jó.
Menjünk és javítsuk meg fele. Azt mondja, hogy van nekünk egy lengőkar. Igen, és akkor van két ilyen lift emelőszerkezet. Jó, ez a három alkatrész volt rossz. Na és akkor mehet is visszafele. Igen, az pedig a kettes gomb. Úgy né. Egy lengővilla visszament. Jó, akkor ez is. Következő alkatrész rugó. Oh, most sikeresen rákattintottam. Jó, másik oldalt. Itt is mehet vissza a lift. Egy rugó. És egy tartó. Na nézzük meg, hogy... Ó, oh, ennyi volt a javítás, úgyhogy jöhet a következő. Traktor. Na, ez is gyors volt. Na nézzük a következőt, hogy mi várható. Egy szép kis zöld traktor. Na, akkor a 28-as cserélje ki a teljes... Mi ez? Timing? Az vezérlés, vagy gyújtás időzítő? Mindegy, vezérműrendszer fogok mondani. Cseréljük ki a vezérműrendszert, mellette a vízpumpát is. Igen, az ügyfél kéri, hogy cseréljük ki a vezérműrendszert. Jó, akkor nézzük. Vezérlés, az itt van lent. Azt mondja, egy szíj. Még egy szíj. Illetve a vízpumpát is kérte, hogy cseréljük le. Hát én több szíjat nem látok, tehát vezérmű nincsen. De nézzük meg, hogy mit vettünk le. Inventory. Aha, egy... Egy vezérmű szíj és egy vízpumpa. Na menjünk, akkor javítsuk meg. Természetesen szíjat nem tudunk javítani, azt vásárolni kell. Akkor nem ide, hanem ide. Na, a könyvre kattintsunk. Hát motorhoz tartozó tárgy, és akkor kellett nekünk egy vezérmű szíj. Jó. Amúgy mennyit ad ez nekünk? 90 volt a szíj. 300... 30 volt a javítás, nem is figyeltem. Na, akkor kettes összeszerelés, és akkor a másik szíjjal nem is volt probléma, úgyhogy ezt vissza is dobom. Hanem ez volt a vízpumpa csere volt, illetve ez a szíj. Na, katt. Ó, oh, ja igen, ott van a másik szíj. Megnézzük az inventory-ba. Ezt el is adjuk. Már is nyertünk 10 dollárt. Ez az... És nézzük a feladat, hogy hogy készült el. Elkészült, jöhet a következő. Jó, gyorsan, gyors szerelések vannak, de nem baj, legalább változatosok a munkák. Na, főleg így, hogy most egy kombány jött. Na. Azt mondja, hogy cserélje ki a gabonatárolót. Milyen megy mindig le ez az egér? Cserélje ki a gabonatárolót. Azt mondja, az ügyfél kérése, hogy a gabonatárolót cserélje ki. Jó, mindegy. Ez a feladat, ez pedig az ügyfél kérése. Mégis ugyanaz van leírva. Ha jól tudom, múltkor itt volt a gabonatároló, ez az egész szerkezet. Na nézzük. Hát nézzük egy ilyen hiba ellenőrzéssel. És akkor megnézzük, hogy mit kell leszedni. Ez az üzemanyag tank. Mégis itt vannak ezek a... lift... Na, mindegy, nézzük át, hogy mi rossz benne. Ez feleslegesen ne szedjem le dolgokat, meg nem is tudom, hogy mit kell leszedni egyáltalán. A szíjakat azért... Hát... Azt is átnézem akkor. Ha eltalálom. Oké. Okay. Következő. Ilyenkor most a szél fúj, vagy mik ezek a játékhangok? Igen.
Na, eddig nem találtam semmi hibát. Csak ez a gomlatároló része. És ez ilyen adagoló inkább. Na, még egy szíj. Még egy szíjtárcsa, ott van még egy darab szíj. Ez volt, az nem? Na, nézzük meg ezt is, utána ezt a szíjat. Ó, oh, ott van. Végül is már csak ezt az egy szíjat nem néztem meg, ugye ezt még megnézem. Ó, oh, ezt az egyet kell kicserélni. Az pedig a... Ezt kell leszedni, aztán ezt. Egy szíj, és akkor jöhetnek a... Mindenfajta alkatrész, amíg le nem szedjük a... mi az? Ja, van még itt egy darab. És akkor most jön le, így van. Na, akkor ez a lift szerkezetet szedjük le. Liftház. Itt van még egy tárcsa. És akkor jön a hibás alkatrész. Úgy van. Javítsuk meg. Igen, minden jó volt, csak ezt kellett. 328. És mennyit kapunk érte? 480. Akkor itt még lehet mondani azt, hogy keresünk is rajta. Azok a csavar visszahelyezések. Szép lájtosan még visszajönnek a csavarok. És nyugtató játék amúgy. Jó, azt mondja, hogy ez is. Jó, jöhet ez az alkatrész. Itt is négy csavar. Utána jöhetnek a tárcsák. A szíjak. És akkor... Ha minden igaz, akkor ennyi volt a hibája. Tényleg vissza, megnézem már, mert... Jó, ki van pipálva, nagyszerű. Na, hogy itt valami más gond is legyen. És akkor itt még pakolgatok visszafele. Utána megszedtetem megint szét, de nem. Ez egy baja volt. Na, a lift szerkezet. Igen, szí, általában. Na. Ez az. Meg lett. Szépen rákattintok, és még odaébb dob, hogy máshonnan kell megközelíteni a dolgokat. Na mindegy. Igen, visszapakoltunk mindent, akkor lépjünk is ki belőle. Mondom, lépjünk ki belőle. Így. Zárjuk le a fedelet. Természetesen hivatalosan mindent engedjük ki útjára. Tényleg, ha ide állok, akkor engem elgázol most. Nem, eltűntem onnan, ha arrébb jöttem. Igen, itt van a 30. feladat. Na, azt mondja, hogy tudja meg a hiba okát is, oldja meg a problémát. Oké, azt mondja, az ügyfél panaszkodik, hogy a motor szabálytalanul jár. Vagy szabálytalanul működik. Azt mondja, az indító gyertyára gyanakszik. Majd én megállapítom, mi a probléma. Igen, azt mondja, hogy tudja meg az okát, és a problémát oldja meg. Hát mondom én azt, hogy nekem kell tudni. Na mindegy, azért megnézzük a indító gyertyát. Jó. Na. Hát valószínűleg itt van ez alatt. Ahhoz le kell szedni ezt a gyújtókábelt. Úgy. Rendben. Másokat is leszedjük. Jó, és akkor jöhetnek ki az izzító gyertyák. Meg se néztem. Ennyire hallgatok az ügyfélre. Nézzük meg, hogy igazat mondott. Vagy nem ezt.
hanem a inventory-t. Ó, 4-ből 2 jó. Tehát csak 2-t kell. Nem tudom, mert biztos nem lehet javítani. Nem, nem. Azt mondja, hogy traktor? Traktor. Igen. Traktor, új termékek, motor és izzítógyertya. Egy, kettő, zsír, 60-at ad nekünk, és 60-at keresünk vele. Az szép. Tehát, ha ezt eladom, kapok 4 dollárt. Ezt eladom, kapok 4 dollárt, tehát 8 dollárt keresek ezzel a melóval. Szinte megéri fenntartani ezt a garást. De mindegy, mert már új garázsban vagyunk, fejlődtünk. Tehát már biztos volt annyi keresetünk, hogy... hogy tudtunk venni egy új garást ezekből a 4 dollárokból. Jó, jöhetnek vissza a fedelek. Jöhet a következő. Ú, de vissza csap a fény, úgyhogy egy kicsit lejjebb jövök. Jó, jöhet a kábel. Mondom, jöhet a kábel. Jó. Na, nézzük meg a feladatot, hogy elvégeztük-e. Elvégeztük. Jó, akkor ajtó lecsapása, feladat befejezése, és jöhet a következő. Ez az egy combine. Na. Már szokásos sablonszöveg, hogy tudja meg a hiba okát és oldja meg a problémát. Azt mondja, hajtsa végig a tesztvezetést a tesztpályán. Okkili dokkili. Na, nézzük mi amúgy is a feladat. Azt mondja, az ügyfél jelentése szerint az üzemanyag felhasználás messze van a normától, tudja meg a probléma okát. Üzemanyag felhasználás, akkor... akkor nem ide kell jönni, hanem a motorhoz. Üzemanyag. Ja, nem, hármas. Szétfeleszed, vagy megvizsgáljuk a dolgokat. Na, egy hibát már találtunk. Ez pedig a befecskendező. Szivattyú. És mi van még itt a csövek? Van itt egy üzemanyagszűrő is. Ó, oh, ez is rossz. Na, akkor emeltelek ennyi volt az üzemanyag. Rendszer, üzemanyag felhasználás. Akkor szedjük is szét. Nem össze? Szét. Miért nem tudom leszedni? Haló? Cső. Nem köszöntem, hanem a csővet kell leszedni. Oké, és akkor van nekünk itt ezt leszedjük, és akkor már mögötte van a befecskendező, miután leszedtük a kábeleket. Emiatt nem tudom azt leszedni, ugye? Ó, oh, kicsit bele bagalódott. Na, jó, oké, ezt megtettük. Mindent a cég ér, és akkor... egyszer javít. Hely, tudom javítani a szűrőt. Mindegy, ügyesek vagyunk mi. Kimostuk a szűrőt, de... nem ide akartam menni, ezt csak be akartam zárni. Úgyne, és akkor motorhoz megyünk, mert ott szerelgetünk. Azt mondja, kettes, összeszerelés. Egyszer. Vagy olajkompresszor. Üzemanyag. Rendszer. Mindjárt visszarakjuk, de jó, nem kell csorozgatni semmit. Visszaraktam, nem, még egy kábel van. Kábelcsoport, amit nem raktam vissza. Itt van. Oké, okay, na, akkor ez kész is van. De mégse pipálta ki a problémát, hogy elvégeztük volna. Akkor menjünk csak vissza, nézzünk szét. Üzemanyag ezen az oldalt van. Ez olajpumpa, olaj, az nem érdekes minket. Hát egy indító motor, de hát az semmi köze nincs az üzemanyagrendszerhez. Alternátor, nézzük már ezekbe a modokba.
kis hiba elemző. Hát az annyival izomanyag, hogy kicsit befolyásolja, ha a szíj, hogy többet kell dolgozni a motornak. Hát megnézek mindent itt a motortérbe, amit csak tudok. A kipufogó biztos, hogy nem nézem a csöveket. Ja. Hűtőventilátor, radiátor, stb. Itt is meg tudok nézni még valamit. Jó, megnézzük itt. Oh! Radiátor pipe. Hűtőcső. Lehet lefele. Ezt meg tudjuk javítani. Ó, oh, meg. De jó. Na nézzük meg, hogy ezt is visszarakom. Utána mi? Opa. Space-szel akartam felfele menni. Jó, azt mondja, hogy összeszerelés, és akkor jöhet a cső. Egy radiátor és egy ventilátor. Mindent visszaraktam. Ó, oh, megvan. Akkor ez a cső hiányzott. És akkor most mehetünk tesztvezetésre. Az hogy is kell? Már elfelejtettem. Hol van a kapu? Ja, ezen? Ja, jó van. Azt hittem, ez csak egy kis bejárat. Na, menjünk akkor vezetésre. Úgyis régen volt már vezetés, most ilyen sok szerelgetési pálya volt, de nem volt vezetés, akkor most legyen egy. Nézzük meg, hogy milyen állapotú. Melyik is volt a külső nézet? Ó, oh, jó lesz így bentről. Legalább így tudok nézelődni jobbra-balra. Ez az, elértük a maximális 24. 25. sebességet. Á, átléptünk a 26-ba. És álljuk meg! Ez az, most térjünk ki balra. Menjünk egy parkolásos témát. Úgy van, most tolassunk vissza. Csapassuk be a seggét. Nem ütközésig, csak amíg nem mutatja a nyíl, hogy menjünk balra. Átmenjünk a következő pályára, ami slalom pálya lesz. Aminek a lényege, menjünk balra, aztán jobbra, aztán megint balra. El vagyok mi. Vagy megint jobbra. És megérkeztünk a pálya végéhez. De természetesen nem elég ennyi. Menjünk vissza a pálya elejére. Ha be tudnánk venni ezt a kanyart. Hát nem 900 fokos a kormány. Na, csapassuk vissza a garázsba a kis gépjárművet. Jaj, nem kellett volna ilyen nagy égbe. Igen. Püff, ütközésig természetesen. És akkor már be is vettük a kanyart. És visszaérkeztünk a garázsba. És elvégeztük ezt a feladatot. És mehet a kombány ki a garázsból. Kaptunk egy újabb traktort. Ez viszont pedig már a következő részben lesz bemutatva, megjavítva, újra rakva, stb. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek az epizódot, és akkor hamarosan jön a következő rész, időben nem tudom pontosan, hogy mikor, de most felveszem a következőt. Tehát a rész az meg lesz, úgyhogy hamarosan fog jönni a következő. Én Sanya voltam, sziasztok!